Több hónapos előkészítő munkát követően a Tolnai Közlekedési Munkacsoport a város képviselőtestülete elé tárta azt a koncepciót, mellyel biztonságosabbá tehető a közlekedés a város szűk utcáiban. A munkacsoport vezetője Berta Zoltán alpolgármester azt mondta, számos lakossági észrevétel is beépült a végleges változatba. Talán a legnagyobb mérőváltozások az egyirányosítások lesznek. Ez 9 utcát érint, illetve 5 utcaszakaszt Tolnaváros területén, Tolna és Mős település rész területén. A képviselőtestület ülésén arról is döntöttek, megtiltják a szeszes ital fogyasztását minden közterületen. Azzal indokolta ezt a döntést az előterjesztő, aki a jegyzőasszony volt egyébként, hogy nagyon sok bejelentés érkezett a kisboltok körüli Szeméthegyről, az alkoholos befolyásoltság alatt lévő személyek randalírozásáról. Egyébként például a parkoknak, és itt nagyon fontos kiemelni a Dunaparton az Altaripa Szabadidő Parkot, ott is elég gyakran fordult az elő, hogy alkoholos befolyásoltság alatt fiatalok vagy kevésbé fiatalok ott randalíroztak. A városban hamarosan a főbb intézményekben, illetőleg a közparkokban free wifi rendszer épül majd ki, segítve ezzel az idelátogatókat a könnyebb tájékozódásban.